2015 a banki elszámoltatás költségvetése. Jövőre mintegy 1100 milliárd forint jár vissza a családoknak, és a törlesztő részletek pedig akár 25-30%-kal csökkenhetnek, mondta dr. Völner Pál hétfőn tatabányai sajtótájékoztatóján. Azt hiszem, ez a jövő évi költségvetés és a növekedésnek a költségvetése, a banki devizahitelesek elszámoltatásának, a bankok elszámoltatásának a költségvetése, a munkahelyvédelemnek a költségvetése, bizonyos ágazatokban oktatás, vagy a rendvédelmi dolgozóknál a béremeléseknek a költségvetése, a családok költségvetése, hiszen további családi kedvezményeket tartalmaz 16-tól a kétgyerekes családok részére az adórendszeren belül, de ugyanígy mondhatom azt, a családok támogatásának a költségvetése, hiszen a lakásteremtésnek, a felújításnak, bővítésnek a támogatását is tartalmaz ez a költségvetés. Én azt hiszem, hogy azokhoz a keretekhez illeszkedő költségvetés, hogy amit megtermelünk, abból tudunk megélni. Tehát ez egy óvatos költségvetés, és ami biztató, hogy ez több év óta egy fejlődő folyamat, és remélem, hogy az elkövetkezendő években is így lesz. A helyi önkormányzatok 2015-ben várhatóan több mint 2500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, ehhez a központi költségvetés közel 650 milliárd forintot biztosít. Az önkormányzatokat a kialakított rendszernek megfelelően feladatfinanszírozása illeti meg, ami azt jelenti, hogy a kötelező feladatokat az állam finanszírozza. Olyan feladatokat nem terelünk az önkormányzatokra, amelyeknek nincs finanszírozási lába. Az önkormányzatok által vállalt feladatok pedig az önkormányzatok bevételeiből finanszírozhatók. Azok a célok pedig, amelyeket megfogalmaztunk az önkormányzatok számára, gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, területfejlesztés, azok olyan támogatható célok, amelyeket az iparüzési adóból, helyi bevételekből tudnak finanszírozni. Segélyezésre viszont a jövő évben kevesebbet tervez a költségvetés. Én azt hiszem, hogy amikor olyanokkal találkozunk, hogy a szociális szférának a támogatása, a szociális segélyek mértéke csökken, akkor például ezt lovagolják meg az ellenzéki pártok. Azt nem veszik figyelembe, hogy azért csökkent, mert bővült a munkahelyek száma, és hál' Istennek nincs annyi ember, akit segélyezni kellene, vagy éppen a közfoglalkoztatásra csoportosítottuk át az összegeket, tehát segély helyett munkát próbálunk adni, ahol magasabb juttatásban tudnak részesülni a bérezésen keresztül. Vannak persze olyan tendenciák is, amikor nem is a költségvetésről, meg a saját problémáinkról beszélünk, hanem megpróbálunk felnagyítani olyan dolgokat, ami például a NAV elnökét ért támadások kapcsán nyilvánulnak meg, amelyek a hétköznapi életben nyilván ugyanúgy nem jelentkeznek, viszont egy általános elégedetlenségkeltésre alkalmasak. Láthatjuk azt is a híradásokból, hogy ez egyfajta amerikai részéről felépített stratégia.